Fejlődő úthálózat Nagyecseden. A város újabb három utcája kap aszfaltos borítást, a fejlesztésre 200 millió forintot fordít az önkormányzat. Díjazták a tehetségeket, 12. alkalommal rendezték meg a Vármegyei Tehetségnap díjátadó ünnepségét. Biztonságosabb belépés, befejeződött az északi temető Pazonyi úti bejáratának rekonstrukciója. Tovább bővül Nagyecsed aszfaltborítású úthálózata. A fejlesztésre 200 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott a város. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A rövidesen kezdődő beruházás keretében szilárd burkolatot kap a Széchenyi, a Központ és az Ady Endre utca. Ez utóbbi helyen árnyékoló fasort és napelemes sebességmérőt is telepítenek. Nagyecsed polgármester a projekt nyitórendezvényén elmondta, az elmúlt 23 évben csaknem 15 kilométerrel sikerült bővíteni a település aszfaltozott úthálózatát. Örömtánc Nagyecseden, ahol hamarosan tovább bővülhet a város aszfaltútjainak száma. 2022. júniusában nyújtott be pályázatot Nagyecsed önkormányzat a belterületi utak felújítására, amit sikerült megnyernie. 2001-ben lettem polgármester Nagyecseden. 2001-ig Nagyecsed város összbelterületi úthálózata, ami 34,5 kilométer tesz ki. Ebből a 34,5 kilométerből mindössze 12,8 kilométer volt aszfaltos, tehát az megelőző 100 évben ez a 12,8 kilométer került aszfaltozás, ez egy 37%-a volt a teljes úthálózatnak. 2001 és 2024 között a mostani három úttal együtt 14,5 kilométernyi úthálózatot építettünk ki, ez kb. 47%-a a teljes úthálózatnak, így mindösszesen mára mintegy 7 kilométernyi kiépítetlen út maradt. Azt gondolom, hogy ez egy elég szép teljesítmény a 2001-es időszaktól elszámolva, és én bátran kimerem jelenteni, hogy az elkövetkezendő néhány évben ezt a 7 kilométernyi úthálózatot is megépítjük. Most még tehát nincs szilárd útburkolat ezekben az utcákban, de az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásának köszönhetően 200 millió forint érkezik az Ady Endre, a Széchenyi, valamint a Központ utca fejlesztésére. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke azt mondta, Nagyecseden folyamatos a fejlődés. Nyugodtan mondhatom, hogy nyugodt szívvel mondom azt, hogy Nagyecsed egy olyan város, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az egyik legdinamikusabban fejlődő település. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, a körzetében sok 5000 fő alatti település van, amelyek számára új forrásokat nyitott meg a kormány. Bár Nagyecsed nem tud rajta részt venni, de újabb 5 milliárd forintot nyitott meg a kormány utakra, hidakra, járdákra az 5000 fő alatti településeknek, és az én választókerületemben nagyon sok 5000 fő alatti település van, és jó hír, hogy mindig nagyon sokat nyerünk, és lassan tényleg nem lesz egyetlen településen sem olyan út, amint nincs szilárd burkolat, olyan, amint javítani kell, természetesen mindig lesz, hiszen van egy amortizációs dolog. A várakozások szerint a három utca aszfaltozása még az idei őszi esőzések előtt befejeződhet. A pályázat keretében továbbá egy árnyékoló fasor és egy napelemes sebességmérő kerül telepítésre az Ady Endre utcán, a Központ utcán pedig korszerűsítik a csapadék vízelvezetését. Két kategóriában díjazták a tehetséges diákokat és a tehetséggondozó tanárokat. Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ idei díjkiosztó gáláján. A gálát olyan diákok produkciói színesítették, akik jelenleg is tehetséggondozásban, művészeti képzésben vesznek részt. A Kantemusz fiúkórus nyitotta meg az Oktatási Hivatal díjátadó ünnepségét a Vármegyeháza Besenyei nagy termében. A kiváló versenyző tehetségdíj és a kiváló felkészítő tehetséggondozó tanár díj mellett Nyíregyháza megyei jogú város további három, még a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal további két külön díjat osztott ki. Megyénkben, akik a városunk, megyénk, mondhatnám azt most már országunk hírnevét viszik, azok az itt tanuló diákok, illetve az őket felkészítő pedagógusok. 10. éve rendezzük meg az Oktatási Hivatal színeiben ezt az ünnepséget. Nekünk nagyon fontos, és mindig
nagy szeretettel szervezzük ezt a rendezvényt. Az, hogy milyen a népszerűség, azt mondom, hogy egyre több. Az idén közel 100 jelentkező volt. Az intézményvezetők, fenntartók pályázhatták azokat a gyerekeket, illetve azokat a pedagógusokat, akik az adott területen kiemelkedő munkát végeznek. Ebben az évben 35 tanári és 56 diák jelölés érkezett. A megjelenteket Gégény Zoltán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal igazgatója is köszöntötte. A tehetségnek a felismerése az nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok emberben megvannak azok az adottságok, értékek, amelyeknek a kibontakoztatása az egyfajta lehetőséget jelent az egyénnek a számára. És hát azt kell mondani, majd fogják látni bent a nagy teremben, hogy nagy számú általános iskolai és középiskolai hallgató vesz részt ezen az eseményen, tehát ez azt tanúsítja, hogy igenis a megyében nagyon sok tehetséges gyermek él, és hát nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy ennek a tehetségnek a kibontakoztatásához azért időnként szükség van segítségre. Ilyen például a szülő, vagy azok a pedagógusok, akik gyakran a szabad idejük terhére foglalkoznak tehetséggondozással, illetve ezeknek a tanulóknak a felkészítésével. Kiváló versenyző tehetségdíjat kapott többek között Ferku Donát, a Somogyi Rezső általános iskola tanulója, aki sakk- és sportversenyeken is kiváló eredményeket ér el. Be van osztva tulajdonképpen a napom, hogy meg van adva, hogy mikor tanulok, és utána marad idő az edzésre, tulajdonképpen a tanulás a fő az napomban, és ha utána marad egy-két óra az edzésre, azt fordítom rá. Kiváló felkészítő, tehetséggondozó tanár elismerést vehetett át Vasné Iván Györgyi, aki hosszú évek óta a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola és Kollégium pedagógusa. 8 évvel ezelőtt, amikor a mindennapos testnevelés újraindult, és általános iskolába lekerültem a német nyelv után testnevelést tanítani, akkor újra megindult bennem az az érzés, hogy adjak még valamit a gyerekeknek is, kezdjek el újra tornázni, mert ez volt az életem, és akkor egy körbenéztem egy osztályba, és azt mondtam, hogy hát itt tudnék csak úgy visszaadni azt, amit csináltam. És annyira belejött az egész, hogy a versenyzésnél kötöttünk ki, és azóta minden megyei versenyt nyerünk, ott vagyunk az országos elődöntőn, és minden évben bejutunk a Diák Olimpián az országos döntőre, és most már így elkapott a lánc, hogy nem csak prevenció, egészségmegőrzés, hanem hogy akkor legyen egy kis sikerélmény, és annyira jó látni, amikor átveszik az érmeket a gyerekek. A díjakat olyan művészek és pedagógusok adták át, akik saját területükön a vármegye és az ország kiválóságai. Csíksomlyó és Mária Pócs fontos zarándok helyszínek, évszázadok óta lelkileg is támaszai a magyarságnak. Hangzott el Mária Pócson, amikor a két kegyhely közös kiállítását jelentették be a sajtónak. A Lelki és Nemzeti Összetartozás a Kárpát-medencében című kiállítás tartalma online már elérhető, ősz elején pedig köztéri installációk formájában is látható lesz. Elsőként Mária Pócson és Csíksomlyón, hiszen a két település között 2 éve testvérvárosi kapcsolat is van. Ezt szerettük volna egy méltó kiállításban a két kegyhely történetével, a számos történelmi összefonódással és a két kegyhely üzenetével kapcsolatban egy olyan kiállítást létrehozni, amely aztán ellátogathat több helyszíre, nem csak Mária Pócson és nem csak Csíksomlyóra, hanem bárhova máshova. Magyarország kormánya támogatja a vallásturizmust, támogatja azoknak a helyeknek a működését, ahova évente több 1000-10000, akár 100000 zarándok látogat el, és azt gondolom, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy minél többen megismerjék azt a keresztény lelkiséget, szellemiséget, azt a keresztény kultúrát, amit Magyarországon megtalálható. Biztonságosabbá vált az északi temető Pazonyi úti bejárata Nyíregyházán. Az önkormányzat mintegy 28 millió forintos támogatásból bővítette a kapu áteresztő képességét, valamint sorompós beléptető rendszert alakítatott ki. Kovács Ferenc polgármester azt mondta, a nyíregyházi önkormányzathoz tartozó temetőket több ütemben fejlesztik, fásítással és infrastruktúrális beruházásokkal.
Az északi temető Pazonyi úti bejáratánál már ilyen sorompók és rendszám felismerő kamerák várják a látogatókat Nyíregyházán. A korszerű beléptető rendszer létrehozása mellett átépítették a kerítést is. Ennek célja, hogy megkönnyítse és biztonságosabbá tegye a beléptetést. A korábban 5,5 méter hosszú kapu nem csak megújult, de több mint 8 méteresre bővült, amellyel jelentősen megnőtt az áteresztő képessége, mondta Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője. Ezen fejletésen túl a kerékpáros sáv, ami itt a temetőkapu előtt található, egy közel 2 méterre lett kitolva az út irányába, ezáltal biztonságosabbá tettük a gépjárműves és a kerékpáros találkozást, és elkerülhetővé vált, persze odafigyeléssel a kerékpáros gázolások is, ami nyári időszakban a megnövekedett kerékpáros forgalomra tekintettel havi 2-3 baleset is történt itt ezen a szakaszon. A beruházás eredményeként a temető területén belül is biztonságosabbá vált a közlekedés azáltal, hogy útburkolati jelekkel elkülönítették egymástól az autós és gyalogos forgalmi sávokat. Az önkormányzat biztosította 28 millió forintos fejlesztési forrást, de ezt már tavaly bejelentettük, amikor a Korány úti bejáratnál megtörtént az átépítés, most itt a Pazonyi útnál is egy korszerű beléptetőrendszer, a bérletesek már automatikusan jönnek, az a célunk, hogy jövőre a napi egyetvevőkkel is továbbfejlesztjük majd a rendszert, de fontos volt az is, hogy külön válasszuk a kerékpáros közlekedést a személygépkocsitól és a gyalogostól is. Hozzátette, folyamatosan fejlesztik a temetőket, így Oroson, Sóstóhegyen és Nyírszőlősön is történtek fejlesztések. Két irányú program folyik, az egyik a napellemes, gazdaságosan működhető közvilágítás, másrészt a kamerarendszer, térfigyelő kamerarendszer a temetői lopások, rongálások megelőzése érdekében. Ezt folyamatosan megvalósítjuk mindenütt. És hát én azt remélem, hogy ezzel az idejárók nyugalmát, biztonságát, meg hát a temető hangulatát, a kegyeletet is tudjuk erősíteni. A látogatók komfortérzetének javítása érdekében egy női, férfi, valamint mozgássérült illemhely is épült, néhány héttel ezelőtt pedig 71 facsemetét és 80 cserjét ültettek ki az északi temetőben Nyíregyházán. Magyar mentésügyért emlékérmet adott át az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, Rostás János Tibornak, a Máté Szalkai Szakképzési Centrum főigazgatójának. A vezetőt a Magyar Mentésügyért végzett kiemelkedő tevékenységért ismerték el. Korábban híradónk is beszámolt róla, hogy a centrum és az Országos Mentőszolgálat együttműködési megállapodást írt alá, melyet az intézmény társadalmi szerepvállalása alapozott meg, amely arról szólt, hogy az ott tanuló diákok mentőállomások korszerűsítésében segítkeznek. A Máté Szalkai és Baktalóránt házai mentőállomást a tavalyi évben szépítették a tanulók, idén pedig a Vásárosnaményi és a Nyírbátori állomásokat teszik komfortosabbá, akik ezáltal napi szinten betekintést nyernek a mentősök munkájába. A Vármegyeháza dísztermében rendezték meg az Értékes Barangolás nemzetközi konferenciát. Az eseményen bemutatkoztak a térség híres értékei, a Vármegyei Önkormányzat pedig tovább erősítette értékeinek határon átívelő ápolását. Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, a felvidéki Debrőd polgármesterével írt alá együttműködési megállapodást. A Nyírteleki Nyírfa Nyugdíjas Egyesület kórusa is színesítette a programot a Vármegyeháza dísztermében rendezett nemzetközi értékes barangolás konferencián. Az eseményen a vármegye értékeiről, valamint határon átnyúló hagyományokról, illetve azok ápolásáról tartottak előadásokat. De bemutatkoztak például a Zema ékszerei, a beregi keresztszemest is felvonultató divatos ruhák, a szatmárberegi térség pedig gasztronómiai különlegességeit vonultatta fel.
szerettünk volna egy olyan programot megvalósítani az Interreg programból, amely a magyar és a szlovák kisprojekt alapkeretein belül valósul meg, amely azokra az értékekre fókuszál, amelyek egyrészt minket vesznek körül, másrészt pedig szerettük volna azt, hogyha a felvidékiek, a debrődiek meg tudják mutatni azokat a kincseket és azokat az értékeket, amelyekkel ők foglalkoznak. Azt a közösséget hívtuk meg, amelyel eddig is volt kapcsolatunk, hiszen a Szent László történet kapcsán már közös munkánk volt korábban, és szerettük volna ezt tovább mélyíteni. Örülünk, hogy ez a program erre lehetőséget adott. És természetesen azért mi pedig szerettünk volna kiemelni néhány olyan értéket, amelyre nagyon büszkék vagyunk. A felvidéki debrődiekkel formálisan is szorosabbá válik az együttműködés a jövőben. Ezt Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, valamint a Kassai járás településének polgármestere Gergely Pap Adrianna aláírással hitelesítette. Ez számos ponton segítheti a közös munkát. Szűkebb értelemben ennek az uniós programnak a végrehajtását jelenti, tágabb értelemben remélem, hogy sok hasonló programot jelent, turisztikai programokat, kulturális programokat, hogy olyan tudjuk még közelebb hozni az értékeinket egymáshoz határok nélkül. Nincsen határ, nincs távol és közel. Erről énekeltek a debrődi Tűzikék asszony kórus tagjai. Tulajdonképpen az együttműködési megállapodás is ezt szimbolizálja. Szeretnénk azokat a lehetőségeket mindkét régió érdekébe fordítani, amit mint megyei közgyűlésben tudunk mi is a Kassa megyében, illetve itt is egymás javára fordítani, és természetesen ez nem csak a szórakozásról szól, nem csak a kultúráról, nem csak a múltba révedésről, ezek nagyon is előre mutatnak ezek a ilyen jellegű találkozók és az ilyen jellegű aláírások. Jövőbeli projektekre például hívják fel a figyelmet, amiben nagyon szeretnénk, hogyha ez a két megye még szorosabban tudna együttműködni, mint idáig. A két félnek közös érdeke, hogy ne csak a kulturális értékek, hagyományok ápolásában, hanem a turisztikában is segítsék egymás munkáját. Két éremmel tért haza Németországból a nyíregyházi Filoese U10-es futballcsapata. A nyíregyházi fiatalok első magyar csapatként szerepeltek egy 20 ország képviselőit felvonultató frankfurti tornán. A Filoese egyik csapata az ezüstágon az első helyen végzett, a másik együttes pedig az aranyágon bronzérmet szerzett. A májusi kánikulában is tele van fiatal futballistákkal a Filoese műfüves pályája, több csapat edzéseit vezénylik a trénerek. A 2010-es induláskor mindössze egy, koedukált, több korosztályt felölelő csapata volt az egyesületnek, mára azonban jelentősen megváltozott a helyzet. Most minden korosztályban van játékosunk, gyakorlatilag 7-től 19-ig 12 korosztályt versenyeztetünk, plusz beindítottuk a 17-19 éveseknek a felnőtt, megye kettővel játszunk, úgyhogy most már 13 csapatot versenyeztetünk. Közülük az U10-es korosztály képviselői a közelmúltban első magyar csapatként meghívást kaptak egy frankfurti tornára, ahol az U9-esektől az U13-asokkal bezárólag 20 ország fiataljai léptek pályára. A 10 éveseknél 26 csapat indult. Különböző nemzetiségű csapatok ellen játszottunk, most így per pillanat a legnagyobbakat tudnám mondani, akikkel szerepeltünk, az a Heidenheim, akinek olyan Bundesliga csapata van, a Frankfurt, akinek olyan Bundesliga csapata van, vagy a Salzbrücken, amelyik Bundesliga másodosztályú csapattal rendelkezik, és több német akadémiában mértük össze a tudásunkat, és ami a szereplésünket szerintem nagyon sokat elmond, két csapattal indultunk a tornán, az U10-es korosztályunkban. Az egyik csapatunk a csoportjában a negyedik helyezést érte el, így az ezüstágra került, mert volt aranyág, ezüstág és bronzág, és az ezüstágot végül sikerült megnyernie. A másik csapatunk a csoportjában második helyezést érte el, és így sikerült az aranyágon egészen a bronzéremig menni, ahol a házigazda a Frankfurt csapatával egy hatalmas csatában értünk el 2-2-t, és ma büntető párbajban sikerült megszereznünk a bronzérmet. Bíró Csaba egy éve foglalkozik a fiatalokkal, és mint elmondta, számára is nagy élmény volt a németországi torna, ahol a gyerekek a pályán és a pályán kívül is példamutatóan viselkedtek. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert elég szép létszámmal dolgozunk.
Ezek a gyerekek télen-nyáron itt vannak, kint vagyunk a szabadtéren, nem vagyunk csarnokban, nem vagyunk sátorban, mi kint dolgozunk. Tehát megértették a szülők, persze természetesen anyuka nagyon félti a gyerekét, de hát rá kell erre nevelni, hogy előbb-utóbb férfi lesz, és meg kell küzdeni időjárással, és mindenféle viszony, ami az életben elünk sodor az időjárás, vagy az ellenfelek, vagy itt meg kell szokni, hogy pályára lépünk, és akkor eredményesek kell lennünk. A mérkőzések mellett még egy stadiontúra is belefért a programba, a 68 fős nyíregyházi különítmény az Eintracht Frankfurt otthonát csodálhatta meg. Mivel több német klub is felvette a kapcsolatot a Filóesével, egészen biztos, hogy lesz folytatása a mostani túrának. Kedves nézőink, híradónk végére értünk, úgyhogy jöjjenek főpíreink még egyszer, röviden. Nagyecsed három utcája kap aszfaltos borítást, árnyékoló fasort és napelemes sebességmérőt telepítenek, valamint csapadékvízelvezető rendszert is építenek. A beruházásra a város önkormányzata 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. Kovács Lajos, Nagyecsed polgármester a projekt nyitó rendezvényén elmondta, az elmúlt 23 évben csaknem 15 kilométerrel sikerült bővíteni a település aszfaltozott úthálózatát. Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Központja idén is megrendezte tehetségnapi díjátadó gáláját. Általános iskolai és középiskolai kategóriában díjazták azokat a tanulókat, akik az elmúlt két évben országos felfutású, valamint nemzetközi versenyeken eredményesen szerepeltek. A zsűri értékelése alapján választották ki azokat a pedagógusokat is, akik ebben az évben kiváló felkészítő tehetséggondozó tanárdíjat kaptak. A biztonságosabb közlekedés érdekében átalakították az északi temető Pazonyi úti bejáratát Nyíregyházán. Kovács Ferenc polgármester azt mondta, az új sorompós beléptető rendszer, valamint a forgalom szabályozása mellett térfigyelő kamerákkal és zöldítéssel is fejlesztették a vármegye legnagyobb temetőjét. Hozzátette, fásítással és infrastruktúrális beruházásokkal a város más temetői is folyamatosan fejlődnek. Május 30-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorra a legközelebb péntek este jelentkezünk. Addig is várja önöket a weboldalunk, folyamatosan frissítjük annak tartalmát. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, jó pihenést, viszontlátásra! Péntekre egy ciklon hidegfrontja éri el hazánk térségét nyugat felől, ez kezdetben magas páratartalom okozta, füllett időjárással jár. Később záporok, zivatarok frissíti fel a légkört. Az északkeleti ország részt csak az esti órákban éri el a kiadós csapadékhullám. A hőmérséklet napközben 26 és 29 fok között alakul.